Kedves gyülekezet, mai igei tanulmányunk alapjaként egy olyan bibliai fejezetről gondolkozzunk közösen, ami egy nagyon közismert történet. Dániel könyve 3. fejezetéből szeretnék majd néhány verset felidézni. Úgy gondolom, hogy ez a Biblia olvasó emberek között általában nagyon közismert fejezet, a gyerekek is általában ismerik ezt a fejezetet. És ahhoz, hogy egy kicsit jobban értsük ezt a fejezetet, nagyon röviden szeretném összegezni azok kedvéért, akik előtt esetleg nem annyira ismert ez a fejezet, hogy milyen előzmények történtek a 2. fejezetben Dániel könyvében. Hiszen azzal kezdődik a 3. fejezet, hogy egy Nabukodonozor nevezetű király, aki időszámításunk előtt az 5. évszázadban élt, egy olyan óriási színarany szobrot készített, amit kicsit nehéz magunk elé képzelni, mert 26,4 méter magas volt, és 2,6 méter széles, tiszta aranyból készült, egybekészült szobor volt. Hát képzeljünk egy ilyen hatalmas szoborkolosszust. Ezt a szobrot készítette a király, mint egy szemléltetve azt, hogy micsoda egy birodalom a babiloni, amely ekkor érte a fénykorát. Ennek a szobor készítésnek az előzménye az lehet, hogy kapott egy álmot a király, amelyben álmában egy hatalmas szobrot látott, amelynek csak a feje volt aranyból, a többi más fémből volt, és a magyarázat szerint, amely nagyon különleges módon történt a magyarázata, Dánielnek jelentette meg Isten különleges módon ezt az álmot, Isten kijelentette Nabukodonozornak, hogy az ő birodalmát jelképezi az aranyfej. Hát ez nagyon örült a király ennek, hogy ő az aranyfej, és ahogy telt múlt az idő, az történt a királlyal, ami velünk is nagyon sok esetben megtörténik, hogy kezdte építeni a birodalmát, egyre több harcot nyert meg, egyre nagyobb volt a dicsősége, fölépítette a gyönyörű városát is, és kezdett elfeledkezni arról, hogy az ő birodalma nem lesz örök, hanem valakitől függ az ő uralkodása és a birodalmának a jövője. És arra gondolhatott esetleg, hogy milyen jó lenne, hogyha ott lenne ez a jelkép a birodalomban az ő országáról. Talán készíthetett volna egy aranyfejet is. El tudunk képzelni egy olyan talapzatot, aminek a tetején egy aranyfej van, hogy mindenki emlékezzék arra, hogy ez a Babilon, ez egy aranyfej, hogy Nabukodonozor konkrétan az ő uralkodására vonatkozóan valami nagyszerű dolgokat épít ebben az országban. És úgy elgondolkoztam, hogy miért nem aranyfejet készített a király? Vajon mi minden lehetett e mögött? Hát én arra is gondolok, hogy a terven biztos nem volt egyedül. Mert azt olvashatjuk a 2. fejezetben, hogy Dániel az álom megfejtése miatt az összes előjáró fejévé lett, és ő nem babiloni származású volt, hanem zsidó ember volt. És másik 3 társa is, Sidrák, Misák és Abednégó is vezető beosztásba került, és ezzel együtt Nabukodonozor király kihirdette az egész birodalomban, hogy a Dániel, a Sidrák, Misák és Abednégó istene az igaz Isten. És őt kell most tisztelni. És én úgy gondolom, hogy a pogány kultuszokhoz szokott embereknek talán ez furcsa és idegen volt, és ugyan elfeledkeztek arról hamar, hogy az ő életüket megmentette Dániel azzal, hogy megjelentette az álmot, de talán ők is besegíthettek abba, hogy készítessék egy nagy szobor, hogy örök lesz a babiloni birodalom. Nem akarták ők azt lelkükben elfogadni, hogy meg fog semmisülni ez a csodálatos birodalom, és én úgy gondolom, hogy a király maga is felfuvalkodhatott, mert hogy arra gondolt, hogy hát végül is ő építette ezt a birodalmat, az ő bölcsessége és az ő dicsősége, és a felfuvalkodottságában ő is elfeledkezett arról, hogy milyen kijelentést kapott az Istentől. Én úgy gondolom, hogy emögött a szobor készítés miatt nem az Isten hatalma állt. Mert hogy azt olvassuk a fejezetben, hogy volt egy szobor felavatási ünnepség, ma így mondanánk, hogy szoboravató, amit hatalmas ünnepének szántak, összehívták az összes tartománynak a vezetőjét, mindenkit, aki jelentős személyiség volt az országban, és az volt a király parancsa, hogy egy nagy zenekarnak a megszólalására minden egyes ember, ahogyan olvashatjuk a szövegbe, imádja ezt az Istent,
akit Istennek tekintett a király és az ő alattvalói, kifejezve azt, hogy a babiloni birodalom örök lesz. És mindenkinek meghódolnia kell, és imádnia kell ezt a szobrot. És az volt a parancs, hogy aki nem hajlik le, az az égő tüzes kemencébe vettetik. Azt nem tudjuk, hogy Dániel hol volt akkor, amikor ez a történet játszódik, mert az ő nevéről nem olvashatunk, de az a három fiatalember, aki szintén előjáró lett, az nem borult le, és nyilván rögtön voltak, akik jelentették a királynak, hogy király, van itt három fiatalember, aki nem borult le, és nem imádja a te Istenedet. És innen szeretném majd olvasni a szöveget, hogy akkor Nabukodonozor nagyon megharagudott, maga elé rendelte ezeket a fiatal embereket, és megkérdezte tőlük, hogy ők szánt szándékkal nem borulnak le, hát nem tudják, hogy ez az új Isten, akit itt imádni kell. És azt mondta nekik, ha most leborulnak, nem baj, hogy az előbb nem borultak le, most megmenekül az életük, de ha nem, akkor tudják meg, hogy akármilyen előjáró is az országnak, akkor is az égő tüzes kemencébe vettetnek. És innen szeretném most olvasni a leírást a 16. verstől, hogy mit felelt akkor ez a három fiatalember. Ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, melyet felállítottál, nem imádjuk. És azt olvassuk ennek következtében, hogy Nabukodonozor nagyon megharagudott, és azt mondta, hogy akkor most hétszer te inkább fűtsék be azt a kemencét, és ebbe vessék be ezt a három fiatalembert, aki ennyire bátor és ennyire szembeszegül az ő akaratának. És innen is olvasnám most tovább a 20. verstől a leírást. És meghagyta a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsóruhástól, köntösöstől, palástostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívül izzó volt, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megölte a tűznek lángja. Az a három férfiú pedig, Sidrák, Misák és Abednégó, az égő tüzes kemencébe esett megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, és szólt és mondta az ő tanácsosainak, nem három férfiút vetöttünk a tűz közepébe megkötözve? Feleltek és mondták a királynak, bizonyára ó király. Felelt és mondta, ímé négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem nincs bennük. És a negyedik ábrázata olyan, mint valami Istenek fiái. Nabukodonozor ekkor az égő tüzes kemence szájához járult, és szólt és mondta, Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, jeltek ki, és jöjjetek ide. Azonnal kijöttek Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből, és egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és király tanácsosai, nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Nagyon különleges ez a történet, hogy vajon miért is iratott le a mi tanulságunkra. Úgy gondolom, hogy feltétlenül szükséges azonosítanunk, hogy mit is akar nekünk tanítani a Szentírás egy ilyen történettel, amiről nyugodtan azt mondhatnánk, hogy az egyik legnagyobb csodája a világtörténelemnek, hogy emberek, akik beesnek a tűzbe megkötözve, kijönnek onnan szabad lábbal olyan módon, hogy a tűznek még a szaga sem járja át őket.
Hát a legelső, amit itt azt hiszem, hogy nagyon fontos azonosítanunk, hogy vajon a tűznek a Szentírásban milyen jelképrendszerben használhatjuk a tüzet. Én szeretném is, hogyha most kikeresnénk egy újszövetségi kijelentést ezzel kapcsolatban, Péter első levelének 4. fejezetéből. Olvassuk el ebből a fejezetből a 12. és 13. verset. Tehát Péter első levele 4. fejezetéből a 12. és 13. verset így olvasom. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek, sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőséges megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Mit érthetünk meg tehát, hogy milyen jelképes jelentősége van a tűznek, a megégető tűznek? Ne rémüljetek meg, atyám fia, attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad közöttetek. Tehát a Szentírásban a tűznek, a megégető tűznek a jelképrendszere az a megpróbáltatások tüze, amely Jézus Krisztust is érte ezen a földön az ellenség hatalma miatt, hiszen azt mondja, hogy Jézus Krisztus szenvedéseiben részesül az az ember, aki ezen a földön a megpróbáló tüzeknek, a megpróbáltatásoknak vettetik alá. Vagyis rögtön fölhívja a figyelmünket arra, hogy Jézus Krisztus valamiben előttünk járt, hiszen az ő élete is a sátán hatalma miatt tele volt megpróbáló helyzetekkel. Nagyon komolyan elgondolkozhatott engem ebben a történetben, hogy ugye bevetették az égő tüzes kemencébe ezeket a férfiakat, és rajtuk nem fogott a tűz, hanem a tűzből való kijövetelük eredményeképpen olyan emberek ismerhették meg az élő Istent még jobban, akik valamennyi ismeretet nyertek róla, de most még több ismeretet nyertek. Tehát ez a tűz, ez nem ok nélkül égett ott, hanem tulajdonképpen Isten dicsőségére szolgált. De mi is történt azokkal az emberekkel, akik bevetették a tűzbe Sidrákot, Misákot és Abednégót? Megmondom őszintén, hogy eddig még nem figyeltem arra, hogy kik voltak azok, akik bevetették ezeket az embereket. Ugye azt olvastuk itt, hogy a 20. versünkben, a Dániel 3. fejezetében, hogy a legerősebb férfiak a babiloni hadseregben. Én nem tudom, hogy a hadseregben lévők közül a legerősebb férfiak mibe voltak fölöltözve. De lehet, hogy páncélba voltak. Nem tudom, hogy páncélba voltak-e, vagy egyszerűen csak sima ruhába voltak, de azt olvassuk, hogy ők attól a hőségtől, ami a kemence előtt volt, mindannyian elveszítették az életüket. Pedig ők nem mentek be a kemencébe. Csak a kemence előtt voltak. És én nagyon komolyan elgondolkoztam ezen a tanulságon, hogy sok esetben mondhatjuk azt, hogy azok az emberek, akikről az ellenség tudja, hogy az Isten gyermekei, azok sokkal nagyobb megpróbáló helyzetekbe kerülnek, mint azok, akikről az Isten erő látja, hogy őt nem akarják megismerni. Noha megpróbálkozik azzal, hogy megismertesse magát ővelük, de ők nem akarják elfogadni. Őket is éri sok minden ebben az életben. De lehet, hogy őket csak annyi éri, amennyi ezeket az embereket érte így a kemence előtt, ők nem voltak benne a kemencébe. De azt olvashatjuk, hogy ők ettől a hőségtől mégis elveszítették az életüket. Míg azok az emberek, akik az Isten szolgái voltak a sokkal nagyobb hőségtől, az égő tüzes kemencétől se veszítették az életüket, hanem Isten dicsőségére szolgált az egész dolog, ami ővelük történt. És az, ami a legmélyebben érintett engem ebből a történetből, hogy eddig még soha nem figyeltem erre a mozdulatra, pedig teljesen egyértelmű a Szentírásból, hogy mi volt viszont az, ami elégett a tűzben. Emlékezünk arra, hogy az emberek kötelekkel megkötözve estek be a tűz közepébe, és egyszer csak azt látta a király, hogy szabad lábon járnak az emberek a tűzben. Hát mi lett a kötelekkel? Hogy lehet, hogy azok elégtek?
És miért nem égett el a hajuk, a szemöldökük, a szempillájuk, meg a ruhájuk? Miért égett el a kötél? Én úgy gondolom, hogy ebben a történetben egy nagyon fontos dolog, hogy utána gondoljunk, hogy mi is az Isten célja a megpróbáló helyzetekkel az életben. Mik azok a kötelékek, amelyek még az Isten szolgáit, akik neki hűségesen szeretnének szolgálni, megkötözik, amelyeket viszont Isten szeretne az ő életükből eltüntetni. Hát kerestem ige helyet, ami talán ennek a jelképnek a megértésében is segít bennünket, és találtam egy igei kijelentés példabeszédek könyvében. Lapozzuk föl példabeszédek könyve 5. fejezetét. Ez az ige hely engem segített abban, hogy miről is szólhatnak ezek a kötelek a saját személyes életünkben. Így olvasom példabeszédek könyve 5. fejezetéből a 22. verset. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, a saját bűneinek köteleivel kötöztetik meg. A bűnök általi megkötözöttségek, az önző emberi természetnek, az öröklött hajlamainknak, a szerzett rossz szokásainknak a kötelékeiről lehet szó itt. Hogy Istennek mindenképpen az a célja, hogy ha bennünket belenged egy bizonyos helyzetbe, akkor az ne nekünk ártson, hanem azok a kötelek égjenek el, amelyek a mi saját életünket is megkötözik, és amelyek úgy tartanak bennünket fogva, hogy akadályoznak bennünket az Isten teljes és tökéletes szívvel való engedelmességében. És engem még az is elgondolkodhatott ebben a történetben, hogy hogy került oda egy kemence. Nem tudom, mit gondoltok erről a kemencéről. Hát miért építettek oda egy kemencét? Gondolhatunk esetleg arra, hogy ebben a kemencében olvasztották azt az aranyat, amiből készült ez a szobor, vagy direkt erre a célra építettek oda egy kemencét? Most, ha feltételezzük azt, hogy ebben az aranyat olvasztották ebben a kemencében, akkor ez megint egy olyan jelképet juttat nekünk eszembe, hogy mi volt annak az alapvető célja annak a kemencének? Hogy az aranyat megolvasszák, hogy formálhatóvá váljék. És ez volt az ijesztés, hogy aki nem borul le, az abba az égő tüzes kemencébe vettetik be. És ilyen szempontból nagyon elgondolkoztató volt számomra ez a jelképrendszer, hogy igen, a Szentírás nem hiteget bennünket azzal, hogy akik az Isten gyermekei, azok időnként pontosan az ő hitükért, vagy éppen az ő megtisztulásukért nem jutnak az égő tüzes kemencébe idézőjelben. Nem érik őket olyan velőkig ható megpróbáltatások, amelyeknek az Isten előre látja a célját. Mert hogy nyilván Isten látta azt, hogy milyen célból is történik itt ebben a történetben ez a megégetés, illetve ez a kemencébe vettetés, de hogy a mi saját személyes életünkben is látja ezt. És lapozzunk most Malakiás könyve 3. fejezetéhez, ahol Jézus Krisztusnak egy különleges, ami teremtőnknek és megváltónknak, egy különleges munkájáról szól ez a fejezet. A 3. fejezetben egyértelműen megérthetjük, hogy itt Jézus Krisztusról szól ez a kijelentés, hiszen a 2. versben az ő eljöveteléről beszél, fölteszi a kérdést, kicsoda szenvedheti az ő eljövetelének napját, kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. És innen folytatom a 2. vers végétől a felolvasást, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és mint a rohamosóknak lúgja, és ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Hogyan mutatja be itt a Szentírás Jézus Krisztust? Mint egy ötvöst. Aki mit akar megtisztítani? A köveket dobálják be a megtisztítás céljából a kemencébe? A nemes fémet. Nem a követ, nem az agyagot, hanem akiben az Isten nemes fémet, akiben az Isten értéket lát, azok jutnak a kohó tüzébe. Azért, hogy még tisztábbak legyenek, és ugye azért is, hogy a kötelékek, amelyek megkötözik a mi életünket, a mi rossz szokásaink és önző emberi természetünk, ami sok mindenben megnyilatkozik,
azok a mi életünkből elégettessenek a tűz által. De milyen bátorítás, hogy megérthetjük ebből a történetből, hogy a kemence tüze nem az érték, hogy az emberek megégjenek, hanem az érték, hogy a kötelek elégjenek, és hogy az emberek tisztábbá és nemesebbé váljanak. És mindezek után a következő mozdulatra szeretnék rátérni, ami úgy gondolom, hogy a legbátorítóbb ebben az egész fejezetben, hogy és hányan jártak a tűz közepében. Három embert dobtak be, és Nabukodonozor attól rémült meg, hogy ott látott valakit, akinek az ábrázata olyan volt, ahogyan fogalmaz, mint valami Istennek a fia, és ott járt velük a tűz közepén a Teremtő, a Megváltó Jézus Krisztus. Miért iratott meg a mi tanulságunkra ez a fejezet? Mit gondolunk mi akkor, amikor a kemence tüzébe enged bennünket a mi Teremtőnk? Gondolunk mi ilyenkor arra rögtön, hogy most a kötelékeinket égeti el, és nemesíteni, finomítani akar, és értéket lát bennünk? Mire gondolunk ilyenkor? Van-e olyan, amikor föltesszük a kérdést, hogy Uram, miért? Miért pont engem? És milyen bátorító ebben a történetben az a kijelentés, hogy Jézus ott van velünk a kemencében. Sőt, a Szentírás szerint mi, akik az Új Szövetségben élünk, elmondhatjuk, hogy Jézus előttünk járt a kemence tüzében. Az ő életében ott voltak azok a megpróbáló helyzetek kisgyerek korától kezdve egészen a keresztfa haláláig. Sokkal megpróbálóbb helyzetek, mint amit mi bármikor is elviselhetünk. Hogy ő nem hagy bennünket ebbe egyedül, hanem azt érthetjük meg, hogy ott jár velünk. Ugye egy nagyon bátorító ószövetségi kijelentést szeretnék felidézni Ézsaiás könyve 63. fejezetéből. Minden szenvedésünket ő is szenvedi. Ő velünk együtt szenved, mert tudja azt, hogy most meg kell engedje az életünkben ezt a kemence tüzét annak érdekében, hogy kiábrázolódjék az ő képmása, az ő tökéletes jelleme a saját személyes életünkben, és azért engedi meg ezt az égő tüzet a mi életünkben. Én úgy gondolom, hogy ez a történet így, ahogy megértjük, nem véletlenül iratott le a mi tanulságunkra. Talán még annyit szeretnék tenni, miután végigjutottunk ezen a történeten, és próbáltunk egy néhány tanulságot megérteni, hogy nagyon fontos, és érdekes kutatási terület lehet, hogyha kikeressük az összes kijelentést, ami Babilonra vonatkozik. Főképpen azért, mert Jelenések könyvében is találkozunk ezzel a jelképrendszerrel, mint ami Jézus Krisztus eljövetele előtt egy olyan hatalommá válik, aki hasonló dolgokat fog kérni az emberiség tömegeitől, hogy leborulva imádják az ő hatalmát. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi a Babilon, mit fog kérni tőlünk, és milyen jellem szükséges ahhoz, hogy ebben a korban valakik az igazság iránti mélységes szeretetből és az Isten iránti mélységes engedelmességből ne hajoljanak meg ezelőtt a hatalom előtt. De én úgy gondolom, hogy ebben a fejezetben van még egy bátorítás, hogy nem csak az a bátorítás, hogy Jézus velük járt a tűzben, nem egyedül voltak, hanem ott volt velük, hanem számomra az is bátorítás, hogy valamiféle fokozatosság volt a három héber ifjúnak az életében is, mert nem ez volt az első megpróbáltatás, amikor bekerültek Babilonba. Ugye ti is emlékeztek, gyerekek, hogy mi volt a legelső próbája ezeknek a fiatal embereknek. Hogy fogyasztottak-e ételt a király asztaláról, és megitták-e a király borát, amit a király volt. Ez volt a legelső próbájuk, mikor bekerültek Babilonba. És szeretném felidézni azt a kijelentést, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és Isten nagyon mélyen szeretné a szívünkbe vésni. Hű az Isten, aki senkit sem hagy feljebb próbálni, mint ahogy elszenvedheti. Mert hogy ő fokozatosan engedi meg az életünkben a megpróbáló helyzeteket. Megrémültek volna talán a fiatalok is jobban, hogyha rögtön, amikor bekerültek Babilonba, akkor kellett volna itt megállniuk a nagy szobor előtt. De micsoda kegyelem volt, hogy előtte már két különleges dolog történt, amiben ők hűséget tanúsítottak, bátorságot tanúsítottak, és utána következett az életükben ez a megpróbáló helyzet, amikor tényleg az életük forgott kockán. És számomra ez azt jelenti, hogy
nem kell félnünk azoktól a helyzetektől, amiket Isten megenged. Noha mi megrémülünk, mert Péter apostol is azt mondta, nem véletlenül mondta, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg. Miért is mondja ezt nekünk Péter apostol? Megrémült Péter apostol akkor, amikor Jézus azt mondta neki, hogy én meg fogok halni? És ti engem egyedül fogtok hagyni? Azt mondta Péter, mentsen, Uram Isten, nem eshetik ilyen veled. Ugyanez a Péter azt mondja, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg. Én is rémült voltam. De Péter is mártír halált halt, és bátorít bennünket, hogy aki részesül a Krisztus szenvedéseiben, az fog részesülni a Krisztus dicsőségében. Isten tudja a határokat, és Isten szabja a megpróbáló helyzeteknek a mértékét. És legvégül záró gondolatokként szeretnék még egy néhány igehelyet felidézni, amely bátorító számunkra, és amit bárcsak a Jóisten vésne mélyen a mi szívünkbe, hogy amikor a kemence tüze éget bennünket a hétköznapi életben, akkor ezeket az igéket a Jóisten elénk tudná hozni. A legelső igehely, amit keresünk ki közösen, a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében van, a 6. vers. Így olvasom tehát Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből a 6. verset. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz, vagy mondhatnánk így, megfenyít pedig mindenkit, akit fiává fogad. Kiket próbál az Úr, kiket fenyít? Akiket szeretek. Ne gondoljuk azt, hogy az Isten elhagyott, és nem szeret bennünket, amikor beenged a kemence tüzébe, hanem pontosan azért, mert szeret, azért enged oda bennünket. Ezek a héber ifjak nem tudták elkerülni ezt a helyzetet. Lehet, hogy pontosan azért készült a szobor, hogy őket szerették volna nem látni ott a tisztségükben, hanem jobb lett volna talán, hogyha csupa pogány ember tölti be ezeket a tisztségeket. De a mi életünkben sok megpróbáló helyzetet kikerülhetnénk, hogyha a 32. Zsoltár szavai szerint hagynánk, hogy az Isten a szemeivel tanácsoljon bennünket. De azzal folytatódik a 32. Zsoltár 9. verse, hogy ne egyetek olyanok, mint a ló meg az összvér, amelyet kantárral kell zabolázni, mert nem közelít a gazdájához. Sok esetben elkerülhetnénk, de azért nem tudja az Isten kihagyni az életünkből ezt, mert nem tudott a szemeivel tanácsolni bennünket. Nem láttuk meg még a kötelékeinket. Nem láttuk meg eléggé az önző, megromlott emberi természetünk kinövekedéseit az életünkben. És akkor nem tud más tenni, mint beenged az égő tüzes kemencébe, hogy azok a kötelékek leégjenek, mert hogy nem minket fog a tűz elégetni, hanem a kötelékeinket. Ezek után még Jakab leveléhez lapozzunk, csak egyet kell lapoznunk, és itt van Jakab levele, az első fejezete. A 2. versétől szeretném olvasni. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai! Mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Isten arra szeretne bennünket elvezetni, hogy teljes örömnek tartsuk, amikor ég a kemence tüze. És én úgy gondolom, hogy erre is vonatkozik az, amit egyébként kiragadva szoktunk általában idén, hogy ha valakinek közületek nincsen bölcsessége. Ha valakinek az ilyen helyzetekben nincsen bölcsessége. Vagyis nincsen meg a hitbeli alapja, hogy keresse azt, hogy miért történik az én életemben ez. Kérje Istentől, Uram, mutasd meg, hogy ebben a helyzetben mit szeretné az én életemből kiégetni. Azt mondja, kérje hittel, semmit sem kételkedvén. És mi a megpróbáló helyzeteknek a végeredménye? A kitartás és a tökéletes cselekedet. Azt olvastuk itt, a hitetek megpróbáltatása kitartást szerez.
Kitartásra volt szüksége a három héber ifjúnak Dániel együtt, amikor elhatározták, hogy ők nem fertőztetik meg magukat azokkal az ételekkel és azzal az itallal. Kitartás kellett az imádságban a második fejezet leírása szerint akkor, amikor akár őket is kivégezhették volna, nem lett volna, aki az álmot megjelentse. Mikor fejlődött a kitartás és a hit? Ezekben a próbáló helyzetekben. És ezután következett ez a nagyon erős megpróbáló helyzet. Isten tudja, hogy a mi hitünknek megpróbálása milyen fokozatokban történhet, és milyen módon szeretne bennünket kitartásra és tökéletes cselekedetre elvezetni, hogy tökéletesek és épek legyünk minden fogyatkozás nélkül. És nekünk sok esetben nincsen isteni bölcsességünk ilyen helyzetekben, és nem látjuk, hogy mi miért van. De amit kérhetünk az Istentől, hittel kérhetjük, hogy tudjuk elfogadni. Tudjuk az Isten kezébe tenni az életünket olyan módon, mint aki nem hagy bennünket egyedül, hanem aki segít bennünket. És a legutolsó igei kijelentés, újra a Péter leveléhez lapozzunk, a negyedik fejezethez, ahhoz a fejezethez, amelyből már felolvastam két verset, de szeretnék még további verseket is felolvasni ebből a fejezetből. Tehát Péter apostol első leve a negyedik fejezetéből, újra szeretném olvasni a 12. verstől, így olvasom tehát az igét. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, a Krisztus nevért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjék közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó, ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? Ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Hát én kívánom, hogy még ti is elmélkedjetek ezeken az ige helyeken, főleg itt a Péter leveléből idézett ige szakaszon, mert mi az, amit szeretne a szívünkre helyezni Péter apostol? Én úgy gondolom, hogy ez az ő hitvallása a szenvedések kérdésében. Ő is megijedt a szenvedésektől annak idején. De amikor megértette, hogy mekkora az a jutalom, amit Isten megígér az övéinek, akkor azt mondja, hogy ez nem egy rémületes dolog, hanem az az igazi boldogság, hogy valaki értéket lát bennünk, és azt az értéket még fényesebbé és még tisztábbá akarja tenni. És hogy ebben ott van Jézus Krisztus, mert hogy olvastuk ebben a fejezetben, hogy nem egyedül voltak benne. És én úgy gondolom, hogy ez a kijelentés, amit itt olvashatunk a 16. versben, ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Mire szeretne bennünket az Isten elvezetni? Hogy a megpróbáló helyzetekben, a kemence tüzében megtanuljuk dicsőíteni a mi Istenünket, és azt olvastuk az utolsó versben, itt a 19. versben, és ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek. Én úgy gondolom, hogy az a lecke, amire az Isten tanítani szeretne bennünket, miközben a kemence tüzébe helyez bennünket, hogy ne egyedül akarjuk hordozni ezeknek a terheit, amikor rámutat azokra a kötelekre, és bejutat a kemencébe, mert ha egyedül próbáljuk hordozni azokat, akkor összezúznak bennünket.
hanem talán az egyik legfontosabb dolog, hogy gyakorlatból megtanuljuk, mit jelent ezek között a körülmények között tudni, hogy az Isten tudtával történnek ezek, nem vagyunk benne egyedül, bizonyosak lehetünk, hogy az Isten szeret bennünket, és hogy ajánljuk Istennek a lelkünket, a belső lelki világunkat, a jellemünk fejlesztését, mint aki hű teremtünk. Én szívemből kívánom, hogy bárcsak mindannyian megtanulnánk Jézusra helyezni ezeket a terheket. Mert ha megtanuljuk, amit Péter apostol is megtanult, akkor szabadok lehetünk az ő szeretetében, ahogy Péter apostol is szabaddá lett, és úgy halt meg, mint Jézus Krisztus, csak ő nem tartotta magát méltónak, hogy ugyanúgy haljon meg, hanem fejjel lefelé kérte, hogy szegezzék őt a keresztfára. És ő ezt úgy vállalta, mint aki tudta, hogy igen nagy örök dicsőséget szerez neki az Isten akkor, hogyha ezekben hűségesen kitart, és azt láthatjuk az ő életében is, hogy fölül tudott tekinteni a Krisztus iránti szeretet által a megpróbáló helyzeten, és tudta látni azt a dicsőséget, ami rávár. Én szívemből kívánom, hogy bárcsak mindannyian tudnánk fölajánlni a mi életünket az Istennek, mint hű teremtőnknek, hogy jó cselekedhessünk minden helyzetben az ő kegyelméből. Amen.